Az elmúlt években az önök támogatásával, segítségével több a Tiszapartot érintő beruházást hajtottunk végre. Tetszenek rá emlékezni, 2015-ben az Európai Unió támogatásával több mint 2 milliárd forintból teljes egészében újjáépítettük a bervárosi partfalat. Napokban befejezzük 1,5 milliárd forintból a partfürdő felújítását, ahol új kikötő épül és megújul a teljes infrastruktúra, tehát sokkal szebb lesz a partfürdő, mint volt. És egy-két héten belül megkezdődik szintén az Európai Unió támogatásával és a város költségvetés forrásaiból 1,2 milliárd forintból a Stefánia és a Móra Ferenc múzeum előtti partnak a teljes megújítása. Ugyanakkor további terveink is vannak, mert azt szeretnénk, ha valóságá válna az, hogy a Tisza-Szeged főutcája. Szeretnénk bevonni a város életébe a Tiszát, olyan funkciókban megtölteni, ahol a szegediek tudnak sétálni, tudnak sportolni, tudnak szórakozni, és valóban a város mindennapjának a részévé válik a Tisza. Két fontos terület van, amire terveket szeretnénk készíteni. Az egyik a rakpart, a másik a Tisza túloldalán, a újszegedi oldalán pedig a lapos. Azzal kezdtük a munkát, hogy felkértünk három neves mérnökirodát, hogy adjon nekünk ötleteket. Készítsenek koncepciókat arra vonatkozóan, hogy mit lehet a rakparton és mit lehet a laposon építeni, és benyújtottak nekünk 20 darab koncepciót. Ezek nem kész tervek, ezek ötletek, de jól mutatják, hogy milyen funkcióval szeretnék a rakpartot és a lapos megtölteni. És ezt a 20 koncepciót szeretnénk most a szegedi nagy nyilvánosságnak bemutatni itt a Rögpalota előtti csodálatos téren. A tablókon tetszenek látni mind a 20-at. A nagyobbik fele azt gondolom, hogy a rakpartot érinti, a kisebbik fele pedig a értelemszerűen a lapost. De többről van szó, mint hogy pusztán ezeket a terveket, koncepciókat bemutatjuk. A szegediek támogatását, javaslatát, segítségeit szeretnénk kérni, tehát ez egy igazi interaktív kiállítás. Ugyanis van egy szavazó terminál abban a Fabódéba, ahol ugyanúgy megtalálható mind a 20 koncepció, és 1-től 10-ig lehet szavazni, hogy kinek mennyire tetszik az az ötlet. Ez egy olyan választás, a következő majd nem olyan lesz, ahol több jelöltre is lehet szavazni. Ez azt jelenti, hogy leginkább azt szeretném kérni, hogy mind a 20-ról mondják el a véleményüket, és szavazzanak 1-től 10-ig, hogy mennyire tartják fontosnak, mert ez alapján fogjuk tudni összesíteni a szegediek véleményét, és utána tudjuk elkezdeni a valódi tervezést, a kiviteli terveknek az elkészítését. Kedves szegediek, nincs nagy jelentősége, de talán szólnom kell róla néhány mondatot. Talán néhányan hallották, hogy ma reggel a szegedi Fidesz kiadott egy nyilatkozatot, meg se várták, hogy mit akarok mondani, és közölték, hogy nem támogatják ezt a koncepciót. Ebben olyan nagy újdonság nincsen, általában nem szokták támogatni azt, amit a szegediek szeretnének, vagy a városnak fontos. De azért kell róla szólnom, mert szeretném egyértelművé tenni, hogy meg fogjuk valósítani ezeket a beruházásokat. A jelenlegi tervezett költsége a rakpart és a lapos rendbetételének 1,5 milliárd forint. Szegedváros gazdasága egyre inkább növekszik, ennek megfelelően a város bevételei is növekszenek. Már most is évi több milliárd forintot tudunk saját erőből, a város saját erejéből, mindenféle támogatás nélkül fejlesztésre, beruházásra fordítani, úgyhogy azt tudok üzenni a szegedi Fidesznek, hogy a támogatások nélkül is rendbe fogjuk tenni a szegediek kívánságának megfelelően Tiszapartot. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, szeretném, hogyha minél többen megnéznék ezt a kiállítást, és még egyszer szeretném kérni, hogy szavazzanak is arra, hogy melyik ötlet tetszik a legjobban, mert ezzel tudják legjobban segíteni. Köszönöm szépen!